Köszöntöm építkezési magazinunk nézőit! Egy ma már hiány szakmának számító foglalkozás az ácsmesterség nyomába eredt az Építek magazin stábja. A Tetőépítők Egyesülete megbízásából készítettük el azt a filmet, amely ennek az ősi mesterségnek a hazai és az európai hagyományait, szokásait mutatja be. Sajnos itt is elmondható, hogy a folyamatos rohanás, a rengeteg munka és az állandó időhiány miatt ezek a szokások lassan feledésbe merülnek. Az Egyesület ezen is szeretne változtatni, egy régi hagyomány a bokréta ünnep felelevenítésével. Az elkészült filmet most műsorunkban önöknek is megmutatjuk. A tető nyugalmat ad, békességet. Alatta szövött gondolatodat, ott mondod el dicső imádságodat, ott fohászkodsz Istenhez, ott teremtesz kapcsolatot, ott gyarapszik a család. Az ács az egyik legrégebbi építőipari mesterség. Hajdanában az ácsok bútorok, nyílászárók és más fából készült berendezések készítésével is foglalkoztak. Az idők folyamán azonban a tevékenység letisztult. Így napjaink ácsmesterei építőipari faszerkezetek és gerendaszerkezetek készítésével foglalkoznak. A szakma a 14. században céhesedett Magyarországon. A 19. század második felétől pedig szigorúan képesítéshez kötött iparággá vált. Az ácsmesterséghez rengeteg szokás, hagyomány, ősi technológia kötődik. Ezek egy része az idők folyamán feledésbe merült, más részét azonban ma is alkalmazzák a szakma képviselői. A változás okairól megoszlanak a vélemények. Egyesek a technológia fejlődésében, mások az egyre nagyobb idő és szakember hiányban látják az okokat. Ilyin Petár, a Pécsváradon élő ácsmester véleménye szerint fontos a technológiai fejlődés. Azonban a hagyományokhoz és a szakmához kötődő ünnepekhez szerinte akkor is ragaszkodni kellene. Ha valahol megjelent az ács, az már eleve ünnep volt. Ott kérem szépen, ott zsongott az egész család az ember körül. Ugye mindenki kíváncsian nézte, hogy hogy faragunk, hogy vésünk, mert hát ugye miszerszám volt. Keretes fűrész, keresztvágó nagy fűrész, véső, bunkó, derékszög. Amikor fölraktuk a sárgerendát, erre rákerült az első kötőgerenda, akkor rögtön fogtuk a májusfát, ugye mi ezt így neveztük, májusfát, amelynek ugye egy koszorúja van, körbe lógnak a szalagok, és ráaggatva a különböző italos üvegek. Na, ez ekkor fölkerül szépen a tetőre, ami hát még akkor sehol sincs, de akkor az építés folyamatosan ott van. Ugye az italhoz senkinek hozzányúlni nem szabad, mert az ott szent, és őrizve nincs, de hát voltaképpen becsbe van tartva az, hogy hát az ott van. Az, hogy annó lényegesen több idő volt mindenre, mint napjainkban, nem kérdés. A legtöbb építkezés kalákában történt, rohanás és kapkodás nélkül. A tulajdonos és rokonsága besegített a munkálatokba, a szakemberek pedig, köztük az ácsok is, végezték a szakmai munkát és felügyelték a segítőket. Az épületek persze így is elkészültek, Ilyin Petár szerint ráadásul nem is hosszabb idő alatt, mint manapság. Nem azt mondtuk, hogy kész, hanem körbesétáltuk kétszer, háromszor, minden egyes pontját alaposan megnéztük. Hogy ne érje szó a ház elejét, mondta mesterem. Mert ugye, ha valahol valami hiba van, azt azonnal rendbe kell tenni. És csak utána lehetett végül is azt mondani, hogy no most kész, és amikor ugye ezt kijelentettük, hogy készen van, akkor történt meg az esemény, ugye, hogy leszettük a üveget, ebből egyet a mesterem fogta, ugye, és hát ugye így mondta el a köszöntőt, amikor hát különböző féleképp lett ez elmondva. Vége lett a köszöntőnek, akkor összetörte ezt az üveget, és így akkor kezdődött a mulatság, ugye, ami szinte mint egy bál, így fejeződött be. A
A májusfa állítás, vagy más néven bokréta ünnep régre visszanyúló hagyomány Magyarországon, melyet valószínűleg a vándorló és itt letelepülő német és ritkábban francia mesterek hoztak magukkal. A szokás már a szinte teljesen feledésbe merült. Emiatt döntött úgy a Tetőépítők Egyesülete, hogy feleleveníti és újjáéleszti ezt a régi magyar hagyományt. A szakmai szervezet ennek érdekében komoly kutatómunkát folytatott. Felvették a kapcsolatot a témába jártas múzeológusokkal és néprajzos szakemberekkel. A bokréta ünnepség eredete egészen a 14. századig nyúlik vissza. Ez volt mindenkor az építők és építtetők közös ünnepe. Kutató munkájuk eredményeként idén ősszel felkerülhetett a bokréta az első épületre, a várpalotai Nagyboldogasszony templom megújuló tetőszerkezetének legmagasabb pontjára. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt barokk stílusú várpalotai római katolikus templomot Verschafter János székesfehérvári építőmester építette 1774 és 1776 között. A műemléképület, amelynek falában római és középkori faragványok találhatók, a II. Világháborúban jelentős mértékben károsodott. Idővel a tetőszerkezet faanyagának minősége is nagyon leromlott, így annak cseréje már nem várhatott tovább. Eredeti szerkezete, tetőszerkezete a templomnak egy takarékosan megépített barokk fedélszék volt, ez 250-55 évig szolgált, és hát most egy korszerűbb mérnöki jellegű szerkezet kerül az épületre. Az új tetőszerkezet kivitelezési munkálatai még májusban kezdődtek, ősz elején pedig megtartották a bokréta ünnepet a kivitelező nagyvázsonyi telephelyén. Azért ott, mert a templom várpalotai építési helyszínén a nagy magasság miatt nem lett volna megoldható a vendégek megjelenése. Elérte a szerkezet a legmagasabb pontját, ezért tartanak egy ünnepséget, ahol alkalom nyílott arra is, hogy egy családi háznál a rokonoknak bemutassák az épület készültségi fokát, vendégül látták az építőket, a mérnököt, és ehhez pár vicces szokás is fönnmaradt. Mivel nincsen hagyományunk, tehát nem volt felelhető irat vagy dokumentációja ennek a szokásnak, ezért néprajzkutatóval levéltárban próbáltunk utána kutatni, kisebb-nagyobb sikerrel, mivel a török és a tatárvész után nagyon kicserélődött az ország, ezért egyértelműen német ajkú szakemberek jöttek be az országba, és az ő szokásukból tevődött, vagy őrződött át a mostani szintre. Ez tőlünk nyugatra most is minden egyes építkezéskor egy élő szokás, hogy a kivitelezők vagy az építők megünneplik ezt a fázist. A békesség fia lakikot, rászáll békességetek, ha nem visszaszáll rátok. A templom tetőszerkezetének cseréjére a helyi plébánia jelentős összegű támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A beruházás mintegy 90 millió forintból valósul meg. Miután az Úr Jézus is Ács volt, földi élete folyamán, úgyhogy az ácsoknak ilyen értelemben talán még megszenteltebb a munkájuk, hogy mi megváltó úrunk is életének anyagi feltételét is ebből a munkából biztosította. Úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy hajrá, és csinálják, és hozzanak ki belőle mint több értéket. Az új tetőszerkezet legmagasabb pontjára bokréta csokor került, majd szintén a több száz éves hagyományoknak megfelelően az építtető beverte az utolsó szöget a szerkezetbe. Szintén a bokréta ünnep része, hogy az építők az építtető egészségére ürítik poharukat, melyet a tetőről le is hajítanak. A szokás úgy tartja, ha a pohár összetörik, minden jól fog alakulni. De ha éppen marad, az rossz előjelnek számít, és természetesen a ledobója számára is nagy szégyent jelent. Ugorjunk most vissza várpalotára, hiszen ha szűkebb körben is, de a Tetőépítők Egyesülete itt is megünnepelte a szerkezet felállítását az eredeti helyén.
Piltman Miklós ácsmester itt is elhelyezte a nemzeti színű zászlót és a bokrétát, ezzel hirdetve a várpalotaiak és minden arra járónak, hogy a tető elérte legmagasabb pontját. A bokréta ünnepet Csizmadia Máté Noel verse tette még színesebbé. Szilárd alapokra épült ez a ház, jöhet záporeső vagy zivatar is már. Ezek a falak olyan erősek, mint a vár, lőheti azt a török vagy a tatár. Isten, áld meg ezt a házat, s benne minden népet. Adj meg nekik minden szépet, boldogságot, szeretetet és jó egészséget. A várpalotai templom tetőépítésénél segítői is akadtak a magyar mesterembereknek. Franciaországból, Párizsból érkezett az a fiatalokból álló csapat, mely az ottani Compagnon szakképző iskola ácstanulóiból tevődött össze. Compagnonnak hívják azokat a képző intézményeket, melyek a különféle szakmák képzését oktatják. Itt magas színvonalon gyakorló szakemberek felügyelete mellett tanulhatják mesterségüket a fiatalok. Az ács csapat vezetőjét arról faggattuk, Franciaországban kötődnek-e hagyományok az ács szakmához, és hogy viszonyulnak a fiatalok ezekhez a szokásokhoz. Amikor elkészül nálunk egy épület tetőszerkezete, akkor a környéken található virágokból készítünk egy csokrot. Ezt a legfiatalabb ács tűzi fel az épület legmagasabb pontjára. Este pedig egy kis ünnepséget tartunk, ahol a tulajdonossal és az építésszel együtt megünnepeljük, hogy elkészült az adott munka. Számunkra rendkívül fontos, hogy megtartsuk ezeket a hagyományokat, hiszen a szakmánk több, mint 1000 éves múltra tekint vissza Franciaországban. Ezeket a hagyományokat mi, és személy szerint én adjuk át a fiataloknak, tanulóinknak, ők pedig ugyanúgy őrzik majd őket, mint ahogy mi, apáink és dédapáink tették. A mi iskolánk a katedrálisok építésének idején alakult, vagyis már több mint 1000 éve. Azonban a módszer mit sem változott. A tanulók a képzett mesterek mellett dolgoznak, így nem csak a technikákat, szerszámokat, fogásokat ismerhették meg, hanem a szakmához kötődő összes hagyományt és szokást. Ez pedig fontos dolog egy nemzet életében. Merci. Természetesen egy szakmában a hagyomány nem csak egy szokás, egy ünnep lehet. Hagyomány az is, ahogy a mester megfogja a szerszámot, alakítja a fát, elkészíti a különféle kötéseket. Így gondolja ezt Ilyin Petar is. A mester saját házában komoly gyűjteményt hozott létre az ács szakmához kötődő szerszámokból, a pécsváradi várban pedig kiállítása van a különféle fakötésekből. Ő így őrzi a hagyományt, így adja át tudását az utókornak, és így vigyáz magyarságára is. Mert másképp csinálom én, és másképp csinálja a tót, vagy a lengyel, vagy mit tudom én, tehát másképp fog hozzá egyes munkához. Tehát attól a kultúrától, amiben élek, hogy hogyan fogok táncolni, hogy milyen zenét fogok hallgatni. Tehát attól vagyok én magyar, nem pedig, vagy hogy hímzem a tojásokat. Tehát igazán azt tesz engem magyarra, hogy ünnepelek. És ez nagyon fontos lenne, hogy ne majmoljunk különböző dolgokat. Hogy hát, ha már olyan szép székelykaput tudunk faragni, akkor ne hagyjuk elveszni, mi maradjunk meg magyarok. Próbáljuk úgy viselkedni, ahogy egy magyar szokott. Maradjunk azok. A fedél alatt történelem íródik. A te történelmed, a sorsod, az örömöd, a bánatod. Itt mondasz búcsút a világtól, és ezért e szent hely legyen örökké áldott.
Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású építőipari megmérettetésének, a Baumit által kiírt Épphomlokzata 2018 pályázatnak tartották nemrégiben az ünnepélyes díjátadó gáláját. A Budapesten a Várkert bazárban megrendezett eseményen adták át a zsűri által kiválasztott épületek tervezőinek, kivitelezőinek a szakmai elismerést. Az immár 9. alkalommal kiírásra kerülő pályázatra 286 érvényes nevezés érkezett. A zsűri által átadott díjak mellett közönségszavazás is volt a családi házak kategória indulói között, valamint a Baumit ügyvezetői külön díja is átadásra került. Budapesten az 1800-as évek végén Ybl Miklós tervei alapján épült Várkert bazár patinás épületében látta vendégül a Baumit, az idei Épphomlokzata pályázat díjátadó ünnepségére meghívott vendégeit. Az előcsarnokban a résztvevők megtekinthették a pályázó épületek fotóit. A 2018-as Épphomlokzata pályázatra 286 érvényes nevezés érkezett, melyekből az elismert szakemberekből álló zsűri választotta ki az idei nyerteseket és külön díjasokat. 19 órakor elsötétültek a fények a nagyteremben, ahol Gundel Takács Gábor, az est házigazdája köszöntötte a vendégeket. Ezt követően mutatták be azt a filmet, mely a Baumit Európai Építészeti Pályázatának idei díjkiosztóján, a Pozsonyban megrendezett Life Challenge gálán készült. Évhomlokzata pályázat ötlete először Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában merült fel. Illi Gábor, a Baumit Kft. Ügyvezetőjének rövid köszöntője után megkezdődött az Évhomlokzata 2018 díjainak átadása. Az Évhomlokzata pályázatot 5 kategóriában írta ki a Baumit. A családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás és műemlék kategóriák nyerteseit egyenként 1 millió forinttal jutalmazták. A családi ház kategóriában a zsűri egy Dömösön épült házat ítélt méltónak, az Évhomlokzata 2018 pályázat 1 millió forintos kategória díjára, melyet megosztva kapott a közösen pályázó Dankó Kristóf építész és a kivitelezők, a DKD Kft. És Dankó Dénes. Társasház kategóriában a Plusz Építő Kft. Által kivitelezett Szegedi Árbóc utcában épült lakó- és üzletház érdemelte ki az Évhomlokzata 2018 pályázat kategória díját. Az épületet Török Csongor tervezte. Középület kategóriában az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark gyógynövényházát választották elsőnek a zsűri tagjai. Az épülettel a Bezsóbau Kft. Pályázott, aki a homlokzati vakolatrendszer kivitelezője volt. Az építészeti terveket a Szegedi Tér és Forma építész iroda készítette Sipos György vezetőépítész és Zákány Ildikó építész közreműködésével. Az épület generál kivitelezője a Hungaroszán Kft. Volt. Energetikai felújítás kategóriában az zalaegerszegi Cseperedő bölcsőde és Petőfi utcai tagóvoda épülete vitte el a pálmát. Az épülettel a Szabau Invest Kft. Kivitelezőként jelentkezett. A rekonstrukciós terveket a Zala Art építésziroda Kft. És Cigány Kató készítette. A műemlék kategóriában a zsűri a Budajenői Műemlékmagtár épületet választotta az Évhomlokzata 2018 pályázat kategória díjas épületének. A pályázatot Csóka Balázs építész nyújtotta be, aki ezzel az épületével nemrégiben Pro Architektúra díjat is kapott. A kivitelező a Maros 35 BT volt. A pályázat keretében szeptemberben internetes szavazással lehetett kiválasztani a legszebbnek ítélt családi házat. Az ehhez kötődő közönségdíjat egy budapesti épület kapta meg, amellyel a kivitelező és egyben a lakóépület tulajdonosa, a Kazanosztrabau Kft. Pályázott. Az Évhomlokzata pályázat hagyománya, hogy az alapító és főtámogató Baumit is díjaz épületeket.
A szakmai szempontokon kívül a kiválasztásban szerepet kap az épület küldetése, a mögötte álló emberi teljesítmény is. Mindezek alapján Baumit ügyvezetői különdíjat és a díjjal járó 500-500 ezer forintos pénzjutalmat két pályázónak adta át Illi Gábor, a cég ügyvezetője. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti kampusza kapta az egyik ügyvezetői különdíjat. Az épülettel a Jahoda és Párizsi építésziroda pályázott. A másik ügyvezetői különdíjat a Vég és Tuboj Kft. Kapta, a Boldogfalvi Farkas család kápolnájának és temetkezési helyének felújításáért. A díjak átadása után rövid értékelésre kértük fel a zsűri két tagját, és Illi Gábort, a Baumit ügyvezetőjét. A magyar építészek kreativitása legalábbis ezen a régión belül kiemelkedő. A csehek, szlovákok és az osztrákok is inkább egy ilyen rendes iparos munkát tesznek le a vevőik elé. Nagyon sok mintaházzal dolgoznak, a mintaházakat hát gyakorlatilag változtatás nélkül ráteszik az adott telkekre. Ehhez képest Magyarországon nagyon kreatív és egyedi tervek születnek, és ez jelentkezik a homlokzat képzésben is. Nekem nagyon nagy meglepetés volt már a legelején ennek az egész sorozatnak az energetikai felújítás, amit régen lakótelepi színezésnek neveztünk, mert ez egy kicsit lesajnált kategória volt valamikor régen, de ez egy nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz, mert óriási vásznakat feszítünk a város fölé. Ha valaki ezt elrontja, akkor nagyon nagyot rontott. Ha valaki beletrafál, akkor az túlmutat az építőipari jelentőségén, az már művészeti kategória. Ugye mi 888 színnel képviseljük a live színprogramunkat, és valóban az látszik, hogy a magyar épületek jellemzően a fehér bizonyos árnyalatai, szürke bizonyos árnyalatai és pasztelszínek maximum. Az élénk homlokzatok talán hiányoznak, és a Challenge 66 nemzetközi évhomlokzata pályázaton azért látszott, hogy bizony meglepően erős, intenzív színkombinációkkal is komoly sikereket lehetett elérni. Én ezért biztatom a magyar építésztársadalmat, igenis vállalják be, próbálják meg a megrendelőkkel, az építetőkkel, a beruházókkal megvívni ezeket a küzdelmeket, csatákat, és igenis mutassák meg, hogy a nemzetközi tendencia az a színesedés. A gála végére egy igazi zenei csemegét hozott el a Baumit a vendégeknek. Az eseményre létrejött formációban többek között Malek Andrea, Takács Tamás, Pál Völgyi Géza, Dorozsmai Péter és Madarász Gábor lépett fel. Kedves nézőink, ennyi fért építkezési magazinunk mai számába. Kérjük Önöket, csatlakozzanak az Építek Facebook oldalához, valamint YouTube csatornánkhoz. Így rengeteg olyan hasznos információhoz juthatnak, melyeket a műsorban nem tudtunk bemutatni. Várjuk Önöket a jövő hónapban is ide a képernyők elé, az interneten pedig minden nap. Viszontlátásra! Műsorunk elkészítését támogatták. Minden részletében Leier. Leier tégla. Egy életre szól. Baumit. Életünk színei. Hőszigetelt homlokzatokon. Baumit. Az életünk színei. Sídel. Minden kémény szeretne egy kicsit sídel lenni. A Silverkol fugázó anyagok gyártója a Lassesberger Knauf. Partnerünk a kivitelezésben a Venévszer Kft.